Hello Peti! Gondoltam, csinálhat neked egy ilyen kis tutoriál videót. Amit látod, só, bors, fokhagymapor, mellékkel tábla szerint. Nem kell nagyon túlspirázni a dolgot. De azért legyen rajta. Majd megfordítod másik oldalán ugyanez. Tehát só. Majd mindjárt jön a bors. Nagy sólövőket el kell takarítani. Milyen a bors? Nem kell sok. Úgy van. Jön a fokhagymapor. Aztán jön a csili. És mustár. Úgy, ahogy mondtam, egy kiskanálnyi. Mivel egyik kezemben a kamera volt, a másik kezemben meg a kiskanál, ezért nem tudtam normális rendelni. Egy másik kiskanállal tudtam volna neki segíteni, és akkor egyszerűen rákerül. Majd az olívaolaj. Úgy, ahogy mondtam, hogy csak éppen, hogy meglocsolod, és gyönyörű szépen belemasszírozod. A csontokat is bele kell, a csontokba is bele kell masszírozni a cuccot. Így teljesen ember lesz. Úgy van. Aztán gyönyörű szépen majd megfogatjuk. Másik oldalát is meglocsolod. Most állíts csak az egyik oldal, aztán utána úgyis összefogod annyira dzsamálni, így mondjam, ami tökéletesen be fogja fedni mind a két oldalát. Gyakorlatilag ezzel rendben is lesz a dolog. Tiki-tiki, tiki-taka, másik oldal. A tálcát letöröljük vele, egymáshoz dörgöljük, és gyakorlatilag vácolás kész. Egy tányérra vagy tálcára leolófóliázni is kész. Jó étvágyat!